Csodálatos csengó dalokkal, régi hagyományokkal ismerkedhettek a fehérváriak az elmúlt napokban. Az önkormányzat meghívására városunkba érkezett a Magyar Örökség díjas Nyisztor Ilona és 13 tanítványa. A gyermekek a Velencén működő önkormányzati táborban töltöttek el egy hetet fehérvári társaikkal, és a Bregyóban nyaroló kisdiákokat is meglátogatták. A program egy jótékonysági esttel zárult. Nagyon fontos az a csángóest, mert a Pusztinei Magyar Ház Egyesülethez tartozunk, és az egyesületen keresztül tudjuk fenntartani a programjainkat, a házunkat, akkor az iskolán kívüli oktatás ott zajlik, és ez nekünk fontos. Nem volt apám, s nem volt anyám, nem volt nekem igaz hazám. A 10-18 éves diákok valamennyien a Bákó megyei Pusztina szülöttei Nyisztor Ilona jóvoltából magyarul tanulhatnak, otthonosan mozognak a csángó magyar népdalok és néptáncok világában is. Hát ez a Székesfehérvár nagyon szép, és nagyon szerettem itt. Hát nagyon szép barátságot csináltam, nagyon aranyosak a barátok, akkor nagyon így kérdeznek, nem szégyellik, jönnek velünk, táncolunk együtt, énekelünk, és nagyon szeretem. Nagyon jól éreztem magam. Nagyon jók voltak a programok is, barátokat sokat szereztünk. Ami nem tetszett, az volt az eső, mindent elrontatott, mert a strand volt a programban, és azt nagyon szerettem volna, de hát nincs mit tenni. A csángó esten a moldvai vendégek mellett felléptek a székesfehérvári gyermek és ifjúsági tábor népzenei turnusának résztvevői, valamint a zeneiskola népzenei szakos tanárai és tanítványai és több együttes is. A bevétel a Pusztinai Magyar Ház fenntartását segíti, ez a magyar anyanyelv oktatására és a hagyományőrzésre biztosít lehetőséget.